Я говорю, я нет. És most jön az a pillanat, hogy a Modern Sonica is megcsináljuk a Planet Whisper-t. Remélem, hogy most nem halt be a stream megint. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Mivel szerencsére azért változtattak az a játékmenetben, azért ne tűnjön hasonlónak azért. Persze vannak pontok, amik azért hasonlítanak, de nem teljes egészében. Pont annyira, hogy újnak tűnjön. Az fasza. Hát ezt már újra kezdem, mert ez már most szar. Akkor nem jutottál akkor sokáig a Kristófakkal, a Sonic Forces-zal. Csak ilyen most hát nem jut olyan geci hosszú lenne a Sonic Forces, mert gyakorlatilag tényleg 3 óra hosszú után a játék körülbelül. Pedig hát az a vicces, hogy hát konkrétan van vagy 20-30 pályája van konkrétan a Sonic Forces-nak. Hát csak hát az a probléma, hogy az a bizonyos 30 pálya az az átlagos hosszai azok ilyen 1 perc 30 is akár. Na bazd meg, ezt elcsesztem. Nem most jól sikerült. Úgyhogy ja. Nincs gond? Jó van, akkor örülök neki. Ennél ki is marad el. Na, az fasza. Az úgy kurva fasza, bazd meg. Kurva édes anyádat. Szopjál le, bazd meg. Fasznak kell, bazd meg. Megkúrni. Na mindegy. Bazd meg, lokkold már azt. Homingat akkor jár a faszodra. Itt van ez a rakett. Hát amit itt lehet használni konkrétan, ez sem rossz, de nyilván, hát na. Meg lennék nélküle is. Egyébként. Most inkább felfele megyünk. In Sonic Racing? Hát, de lesz egyébként. Én azt terveztem, hogy csinálok. Csak hát, hogy az a legújabb játék, azért az majd zárása. De véget ér majd a izé. Befejezem a Sonic franchise-t. Sonic Frontiers-nek is vége. Utána majd ilyen zárásnak. Én izé ilyen, hát ilyen búcsú. Hogy Isten vele Sonic, és akkor annak egyébe egy szím erejéig toljuk majd a izét. Bazd meg ott. A bazd meg ott. A Team Sonic Racing-et, csak megnézzük, hogy milyen. Ami van, ezt majd a izé válasz, hogy hát ez Mario Kart, oké. Okay. Nyilván nem mondom azt, hogy eredeti a Team Sonic Racing, de hát most már hasonlít rá. Hú, az közel volt.
egyértelműen a nehezebb kategóriába tartozik már ezek a pályák, tehát kíván nem olyan nehéz, mint a most ilyen Sonic Heroes pálya, vagy ilyen régebbi pályák, mert azért ezek egyértelműen sokkal könnyebb pályák, de a többi pályához képest nehezebb. Jobban meg kell küzdeni az egysankért, mondjuk úgy. Ja, meg hát egyébként én nincs kizárva, de egyébként tervezném további, mert lehetséges egyébként, hogyha most a Sonic Frontiers véget ér, meg esetleg a Team Sonic Racing-et csináljuk. Nem biztos, hogy lesz az utolsó Sonic tartalom a csatornán. Egyrészt azért más, mert hát lesz egyértelműen videóm, mint egy stream majd a Sonic Frontiers-nek a DLC-ről is majd, hogy lesz majd a harmadik DLC-vel kapunk egy új story DLC-t gyakorlatilag, meg egy hiányzató karaktereket, ami hát ezt bazen attól orgazmus fogok kapni. Úgyhogy akkor mindenképp lesz. De tervezett további ilyen Sonic spin-offokat tolni. Spin-offokat, mint például a storybook játékok, a Super Nintendo Wii-re megjelent Sonic and the Secret Rings, meg a Black Knight konkrétan, azt is. Azt is tervezem. Majd, de hát meglátjuk, most már nem kezdtem bele. Egy kicsit később lesz majd. Na ennyi. Akkor sejtők anyja nem az én világom. Estim részén csak Sonicban. Hát, mondjuk azt egyébként. Hát ez is esett volna, hogyha nem halok meg. Nem halok meg, esett volna. Ott van a Mario Kart 8 Deluxe. Na. Hát most mondjuk azt, hogy a Crash Team Racing, meg a Sonic, Team Sonic Racing, meg a Mario Kart is hasonló gameplay-jel rendelkezik egyébként, szóval mondhatjuk azt, hogy egy kaptafára épül, de jól működnek, úgyhogy most na, nem, miért is változtassanak, hogy jól beváltozhatnám, hogy ezek egyébként tök jó dolgok egyébként. Ez a C-tér, ami bejön. Estén nézem, ami bejön. Azt mondod, nem jön be a versenyjáték, akkor a milyen helyzet a Riders-ekkel. Ugye az más, mert nem autós játék, hanem azért. Ez egyértelműen egy menőbb kategóriája, mert sokkal vagányabb egyébként, ha úgy nézzük. És kimentettük az utolsó embert, utolsó karaktert, Charmit. Azért a Team Chaotix-ból. Team Chaotix utolsó tagját. Viszont most nyilván nem teljes a kép egyébként, mert sajnos Biget kihagyták a játékból. Megkülönböztük a Team Babylon is kiát hagyva. Jó esik kapázni. Meg egy másik karakter sincs itt, viszont lehet, hogy itt lesz. Most, mert itt is van Rival Battle, és ki más lenne itt a rivális, mint Silver. Mert Silver is konkrétan 06 óta. Hát játssza izével, a Zero Gravity-vel, az nem nehéz. 06 óta ővel se találkoztunk. Neki is a Team Song-ja tűnik fel. Hát a sima Raidec az tényleg kurva nehéz, hát látszott nálam is egyébként. Az rohadt nehéz volt, de a izé az nem. Hoppá. Érdes itt a Pudingcsán. Hát ő egyébként rohadt rendes egyébként, igen, csak először úgy tűnik, hogy hát jó, nem mindegy.
gyakorli ezek. Nem tudom mit, köcsög a puding, de köcsög a puding, ja, köcsög. Én most azt aláírom egyébként, hogy ez a fight a Silverrel sokkal jobbra sikerült, mint a Sonic 06-ban lévő riválisos ütközet egyébként. Viszont a zene is konkrétan ugyanaz, mint a Sonic 06-ban. Közös küzdelmük zenéje egyébként. A zene az kurva jó volt egyébként már akkor is. De ez a remixelt verzió talán még jobb egyébként. Szerintem ez rohadt jól sikült ez a fight egyébként, nekem nagyon szeretem ezt is. Hasonló, mint a Shadow-s fight-ot, ugyanúgy a Silver-est is rohadtul szeretem. Kawaii! Faszom. Az ezüst. Az ezüst Silver. Picsába elbasztam. Lekéstük. Nincs több izém. Gyűrű. Tök jó dolog egyébként, nincs több gyűrű. Most már van. Tehát nyilvánvalóan a Crisis City területénél van a fight egyébként, ahol gyakorlatilag a Silver éveken át élt, úgymond ebben a leharcolt világban. Ott van. Iha. Meteor Smash! Akarja fejezni! Ez a final. Az olyan miért Meteor Smash? Nem akarja befejezni? Eltem üpén befejezni? És nem sikerült. Elbasszuk. Hát ez egy fasza. Ott van! Homi öt konkrétan a gyűrű hiányan megölt volna. Megjött a Mojlefke is. Így van. A jó rég látott Mojlefke is visszatért. Ez egy B. Lehet, hogy A. Unitja. Meglátom, hosszú még ez a fejezet. Hát ez hosszú lesz. Elárulom neked, csak így most ez nem spoiler, figyelj, elárulom neked, a Whole Cake Island 890. részi fog tartani kb. Ez is hosszú lesz. Csak úgy, mint a Dressrosa. De nem lesz olyan hosszú, mint a Dressrosa. Kicsit rövidebb lesz a Dressrosa ellen. A Dressrosa olyan 118 részes volt. Ez lesz olyan 90. Körül. 95. Nagyjából. De most megint gyűjthetjük a izéket a mellékküldetésekkelhez szükséges tucokat. Hát a Chaos Emeraldokkal is már 6 megvan a 7-ből, úgyhogy ez már egész fasza. Itt van például egy Blaze-es mellékküldi. És gyűjtögetnünk kell szépen a kis kulcsocskákat. Elő kell hívassuk a Blaze-t, a tűz istennőjét, aki eltinteti a tüzet. Jaj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 
Nem hangos egy kicsit egyébként a játék, csak hogy
lehet is ebből, most valahogy úgy érzem. Néhány bizonyos pontokon, mintha hangos lenne. Elfejettem időbe benyomni a segítségkérést. Drága jó Blaze is vére valára szerepet kap, mikor nem is csak, mikor csak ilyen rohadt keveset, de már is több, mint a semmi. Mester, szerinted hogy néz ki a One Piece, ami ugye real? Hogy néz ki a One Piece? Hát nem tudhatjuk, semmi el nincs erre. Lehet egyébként vannak ilyen lehetséges utalások, vagy lehetséges ilyen koncepciók, vagy ilyen spekuláció, hogy hogyan nézhet ki, mi lehet egyáltalán. De semmit nem tudunk gyakorlatilag, úgyhogy pont ezért ez még egy jó, mert inkább bizonyos ponton kicsit nehézkes is egyébként ez. Hectorral kell zenélni konkrétan, ezért vissza kell lőni a hangjegyeket konkrétan. Idő után már kicsit hang, kicsit nehéz lesz, gyors lesz már. Nem tűnik hangosnak. Na jó van akkor. Akkor jó van. Megkönnyebbültem. Egyelőre nem mondok semmit, mert lehet kincses akár, lehet teljesen más. Életre szóló kaland, vagy ki tudja. De kétlem. Egy papír feszem én azzal, hogy hát, gratulálunk. Bazd meg. Ezért kurva nehéz, bazzom, mert ezt... Idő után már rohadtul gyorsan jönnek ezek a szarok. Na végre csak belejövök. Fia, már nincs már neked olyan sok hátra, fia, tényleg nem fél, hogy már... Azért már szépen lassan 3 év kellett neked. Mondjuk, ha jól emlékszem, kb. A... Rika is ennyit mondott egyébként annó. Rika is ezt mondta, hogy ő is jó sokáig tartott, mire megnéztem. Jó, neki nem 3 év volt. Neki egy vagy másfél év. Körülbelül. Na itt haltam meg. De hülye! De mi a szarért nem mi céloz? Bazd meg! Kopjál akkor, nem érdekel. Mást csinálom meg akkor helyette. Utálom ezt a szart. Na mindegy. Ja, amúgy se az a feladatunk itt, hogy 100% vagyunk, úgyhogy egyszer elég volt ezt megcsinálni. Inkább. Gratulálok! Nem is értem, miért tesznek bele a játékba ebbe a pályába gyűrűt, hogyha nem lehet egyébként felvenni őket. Ezért arról szól ez, hogy sebzés nélkül kell ezt megcsinálni, ezt a pályarészt. Láttam le egyben az egészet, voltak ott azért több hónapos születek is. Hát most fél nem baj ez, mert legalább akkor tovább marad veled az élmény egyébként. Nyilván
ez meg tudós értelemben meg nem biztos annyira jó, meg vannak jó pontja is ennek, hogy tovább hagyod, de van a negatívuma is, vagy például hát sok dolgot elfelejtesz idő után. Például azt, hogy már mi például az elején már az első 200 részben voltam, már lehet, hogy ott már kicsit már eléggé homályos lesz akár. De basz, meg nyomom azt a kurva jobb... Hagyarodás, és nem csinálja. Mi a fasz? Anyád. Jó. Imádom bazzak tényleg, hogy egyik pillanatra a másikra már olyan szintű nehézségre megyünk át. Na ennyi. Nagy betűje van rajta végigírva. Micsoda? A bazd meg. Ja igen. Mint egy nagy úszóváros éle, én úgy képzelem. Úszóváros. Nem. Nem, az nem város lesz egyébként, hát már van. A sziget az, hogy pontosan hol ez, az megvan. Sonic Boom. Sonic CD-ből. Nem. Nem a deszkán, hát az úszóváros már volt. Úgy hívják, hogy Water 7. Ennis Lobby. Alkrész. 200-as, 300-as részeknél volt. Valóban nem tudok emlékezni mindenre, hogy te. Ha... Megcsinálunk kicsit többet ezekből a kis mellékküldékből, mert hogy hát azért... Már tényleg nincs már sok hátra konkrétan a sztoriból, úgyhogy... Ezért jó volna egy kicsit még úgy... Rolni még azért a játékot, hogy azért még így legyen még azért valami. Ez a csapassad. Ne jön olyan hamar véget, főleg azért sem, mert a következő Sonic játék az inkább az már konkrétan inkább jobb lesz túl lendülni rajta. Alig várom már azt a játékot. Ha a Sonic Colors azt mondhatok, hogy nem jó, hát akkor a következőre mit fogtok mondani? Jóságot. Az úgymond a... Már a tényleges új irány a legalja úgymond. De majd akkor lesz alkalmam majd ott kiháborogni. De egyszer biztos. Na most mi van most? Menjél be. Kifogyott a boost. Bazd meg! Ez már csak a lett. Nagyon jó. Ha láttam az árk listát, akkor valamennyi azért fel tudom idézni, hogy mikor mi volt. Árk lista? Hogy te is szoktál nézni az árkról én listázásokat? Újabb lézes segítség. Catch me if you can, azt mondja.
De a Cash Me If You Can is egyértelmű, hogy szerintem ez a Sonic Riders-es mobilonokra akar utalni szerintem, mert ott az volt az, ami inkább erről szólt. Mert a fogóskázni kell a Blaze-zel. El kell kapni. El kell kapni a Blaze-ecskét. Nagyon konkrét. Egy milyen közel volt. Nem lesz olyan könnyű falat azért szerintem. Megvan! Yes! Ennyi. Várjál. Mi a sárgán mutatja, az már azt jelenti, hogy az egy zene lesz. Sweet Mountain. Sweet Mountain. Azt mondom, azt talán pont a izé lesz a... Hát nem tudom. Talán pont a Colors-nak egyik szarsága. Ugye, arete. Ugye, yes! Megcsinálok mindenféle küldit. Ja, nem mindent, de... Valamit azért, na, azért igen. Az fasza. Meghaltunk. Még kemmi se csinálom meg. Ubasszom meg a játék. Csajunk valami más pályát. Mondjuk innen a régi időkről, mondjuk itt a... City Escape-ről mondjuk esetleg. Hogy van például egy rúzsos pálya például. Nézzük meg ezt. Úristen. Ez is valami izé. Menekülős pálya megyek, hogy szabotálni akar minket a rúzsocska. Úristen, srácok. Mi ki kell tölteni szépen ezt a stream időt. Ennek megfelelően. Időm van még idő egyébként a... Ja, persze azért hagyni kell időt azért a fináléra is, mert azért az is egy... Addig is még van először egy boss fight ennek a pályás szegmensnek, aztán utána jön még a final boss. Hogy vesszük, akkor gyakorlatilag már... Majd vagy nem már is kezdhetjük egyébként azt csinálni. Már se néfél. Egy-két ilyen küldit megcsinálunk, aztán a csókolom szerintem. Utána már belekezdünk a tényleges bori mesélésbe. Micsoda? That's no good. Igen. And that's no good. De azt ismertem például. Nem néztem azt a sorszot, de ez a meme. Nem tudom, hogy minek lehet nevezni. Ezt ismerem. Az jó. Az kurva. Mekkora ez szól be azért, ez kurva hangos. Nézze meg! Szerencsétlen úgy, hogy szétszedjük. Ennyi. Végére. Megpaskoltuk egy négyszer egymás után azt így.
érezze a törődés azért a... Csak még a modern Sonica is egy... egy keveset... Amit nézheted, mert ugye magyarul nem adták. Tehát azt tudom. De két ugye lehetséges, hogy ezért fogtam, azt megnéztem angolul bazagát. Ki tudja. Ezt nem lehet tudni. Nem tudhatjátok. De az elején például a Sonic X-et is például angolul kezdtem el nézni, és az nem sokat értettem belőle, de... akkoriban, de... azért néztem. Ezt jó korán kezdem el bazag a driftelést. Most egyébként most kíváncsiságban most mondjátok már egyébként most itt ti, akit egyébként érdekel egyébként ez a téma. Most oké, a Gergő azt mondja, hogy a 2D-s számára abszolút a 2D-s a nyerő. Hogyan látjuk ezeket. De szerintetek például melyik? Szerintetek például melyik a jobb? A 3D-s gameplay vagy a 2D-s? Ami az mélyez Kristóf, így gyorsan még ezt mondd el. Kíváncsi vagyok rá, hogy te mit mondasz. Mit mondanál erre? Loopingas. Most kerestelek. Alszol el már. Hát közel volt. Közel járt már a Kristóf szerintem hozzá. Nem fogja látni a Kristóf a finálét. Akkor ne válaszolják Kristóf, akkor faszom bele. Verjem a százba. Most oda izét. Best Bandicoot-ot akkor. Nézd meg. Úristen, de szép. De szép. Megyünk a vételembe és tovább. Leírtam, te hova? Ja, hát akkor még nem láttam. 3D. Na, láttad, ennyi. Neked legalább van ízlésed. Én haladok a kóra, az fal a 3. Na, tessék. Ezt a szerint is 3. Nem látjam, mert a Gerugi mondta. Ősülő, azt mondjuk. Hát tudod, a Gerugi azért marad ilyen ember. Hát megelészik a 2D-vel. Hát az, jó a 2D-vel. Volt jó az a franchise, azzal működött csak, persze, hogy ne. Hát hogy ne?